Tovább nő az iparűzési adóbevétel, az idei költségvetési tervezet erősen fejlesztésközpontú. Katonák a főtéren, békefenntartó feladatai lesznek Koszovóban a KFOR kontingensnek. Megszületett az idei első, egy kis Nónius kanca a Mátai Ménes legújabb tagja. Köszöntöm Önöket, ez a Debrecen Televízió hírműsora, a Napszemle. Február 11-e kedd van, mondjuk a legfrissebb helyi híreket. A gazdaságfejlesztés továbbra is kiemelt eleme a 2020-as költségvetési tervezetnek. Tavaly már 16,7 milliárd forint volt a város iparűzési adóbevétele. Barcsa Lajos alpolgármester azt mondta, ezeket a forrásokat szabadon használhatja fel az önkormányzat. A bevételt olyan fejlesztésekre fordítják, amelyeknek az előnyeit a város valamennyi polgára élvezheti. 5 év alatt 6,6 milliárd forinttal nőtt a város iparűzési adóbevétele. Ezt olyan fejlesztésekre költi a város, aminek előnyét minden polgára élvezi. Ezért is fontos eleme a gazdaság további erősítése a költségvetés idei tervezetének. A déli ipari parknál a 47-es főúton például egy ötágú körforgalmat is kialakítanak a Magyar Közúttal közösen, a holding beruházásában 450 millió forintból pedig a belső útszakaszt is tovább építik. Józsánál egy új autópálya csomópont kialakítása szerepel a tervekben. Ennek az építése az idén el fog kezdődni. Az önkormányzatunk végezte a terveztetési folyamatot. Nyilván a tervezési munka során arra fókuszáltunk, hogy a debreceni érdekek maximálisan képviselve legyenek, és ezeket a tervcsomagokat átadtuk a Nemzeti Infrastruktúra ZRT-nek, aki majd megrendelőként eljár a közbeszerzési eljárásban. A költségvetés idei tervezetében 5 óvoda felújítása szerepel. A Sínai Miklós utcai intézménynek 162 millió forintból végzik majd el az energetikai korszerűsítését. Emellett a Tócóvölgyben egy újat is építenek. Két általános iskolát és a Fazekas gimnázium egyik épületét is felújítják, ha a közgyűlés csütörtökön elfogadja a költségvetést. Mindezekre 2,3 milliárdot költene a város. Barcsa Lajos alpolgármester kitért arra is, hogy a vagyonkezelő működése stabil és 7,7 milliárdos beruházási főösszeg szerepel az üzleti tervében. Hozzátette, a tagvállalatoknál több mint 1500-an dolgoznak, akiknek a bérét átlagosan 8%-kal emelik, van, ahol ez eléri a 13%-ot is. Láttuk azt, hogy a piaci körülmények azt diktálják, hogy nagyobb mértékben emeljünk, máskülönben ezeket a közszolgáltatásokat nem tudjuk ellátni. Itt elsősorban a tömegközlekedésre gondolok, és ott is a sofőröknek a bérére. Barcsa Lajos elmondta, sportfeladatokra több mint 1,1 milliárd forintot szeretnének költeni, ennek az összegnek a 1/4-ét az amatőr, a többit pedig a profi sport támogatására szánják. Ellenszavazat nélkül támogatta a pénzügyi bizottság a város idei költségvetésének tervezetét. A testület tagjai a mai ülésen azokat a fejlesztési terveket is támogatták, amelyek alapján a hobbibringások és a kerékpáros sportolók is speciális igényeinek megfelelő létesítményt kapnának Debrecenben. Extrém kerékpárosok tavaly nyári versenye a Nagy Erdőn. A különleges szabadidősportok évről évre egyre népszerűbbek a városban. Az önkormányzat ezért egy többfunkciós extrém sportpályát alakítana ki a Tócóvölgyben, 40 millió forint saját forrásból és ugyanennyi támogatásból. Erre pályázna a város az országos Bringa Park programban. A pénzügyi bizottság tagjai egyhangulag támogatták a bringásoknak és gördeszkásoknak szánt fejlesztést. Hogyha sikerül a pályázat és elnyerjük, akkor a lakosság számára a város köztereit, lakótelepeit használó fiatalok számára egy korszerű létesítmény jöhet létre. A testület azt is támogatta, hogy a Magyar Kerékpáros Szövetség 400 millió forint állami forrásból kerékpársportközpontot építsen Pallagon. A bizottság tagjai ellenszavazat nélkül támogatták a város csaknem 161 milliárd forintos idei költségvetés tervezetét is. A büdzsé növekvő bevételekkel számol, és meghatározó eleme a beruházásokra jutó több mint 78 milliárd forintos összeg. A 2020 évi költségvetés gondosan megtervezett, stabil költségvetés, minden közkiadásra fedezetet nyújt, és nagyon komoly összegű fejlesztés is helyet kap benne. Az önkormányzat idei költségvetéséről csütörtöki ülésén dönt a város közgyűlése.
Kutatásfejlesztési megállapodást kötött kedden a Debreceni Atomma Kutatóintézet és a Vitesco Technologies iparvállalat. Az együttműködés a járműipari cég minőségfejlesztését segíti méréstechnikai és anyagtudományi kutatásokkal. Ilyen nagysebességű, atompontosságú mérőműszerek beszerzését vállalta az erőátviteli rendszerekkel foglalkozó Vitesco Technologies Kft. 1,5–2 millió euró összértékben 9 korszerű precíziós berendezéssel segíti a nemzetközi hírű Atommagkutatóintézet munkáját a debreceni járműipari beszállító. Ez a megállapodás alapul szolgál termékeink és szolgáltatásaink tökéletesítéséhez, ezáltal piacvezető szerepre törekvő cégünk jövőbeli növekedéséhez, mondta Radusz Terp, a Vitesco gyáregység vezetője. Dombrádi Zsolt, az Atommag Kutatóintézet igazgatója hangsúlyozta, fontos küldetésük az innovatív technológiák fejlődésének segítése, az intézet történetének pedig évtizedek óta része az ipari együttműködés. Ennek legújabb szereplője a méréstechnika és az anyagtudomány területén a Vitesco. Az Atom ki tudja adni a tudást mindenek előtt, és tudja adni azt a csúcs technológiát, ami az Atom kiben van, és még jelenleg nem ment át az ipar szintjébe. A Vitesco hozza a problémáit, és hozza a minőségbiztosítási rendszerét, amellyel a termékeit ellenőrizzük. Az intézet fenntartó Ötvös Loránd kutatási hálózat főtitkára Szigeti Ádám hangsúlyozta. Fontos, hogy minden feltételt biztosítsanak az atommagkutató ipari kapcsolatainak további fejlődéséhez, mert ez nagyban hozzájárul az alapkutatások hasznosításához. Elbúcsúztatták a magyar KFOR kontingens 22. váltását délelőtt a Kossuth téren. A békefenntartók márciusban indulnak Koszovóba, ahol fél éven át válságkezelési és békefenntartói feladatokat látnak el. A mai úgynevezett kibocsátó ünnepség egyben jubileum is volt. Több hónapos felkészülés előzte meg a január végi kétnapos záró gyakorlatot a Hajdú hadházi bázison. A Koszovóba készülő magyar békefenntartók egyik kiemelt feladata a tűziszony leküzdésének oktatása lesz a KFOR-ban résztvevő többi nemzet katonái számára. Ennek során az esetleges molotov koktélos támadások elleni védekezése is felkészítik bajtársaikat. Ez pedig már Debrecen. Térzenére vonultak be a katonák délelőtt a Kossuth térre. Sokan búcsúztatták a KFOR 22. kontingensét a kibocsátó ünnepségen. Mintegy 400 békefenntartó utazik márciusban a balkáni országba, hogy béketámogató feladatokat lássanak el. A felkészülés már októberben elkezdtük, és január végén fejeztük be, hát egy elég hosszú felkészítésen vagyunk túl. A feladatok, amire készültünk, az válságkezelési feladatok, tehát készültünk járőrözésre, objektumvédelemre, különböző kísérési feladatokra, és ami a felkészítés során kiemelkedik, az a tömegkezelési feladatokra való felkészülés. A 22. kontingens gerincét az 5. Bocskai István lövészdandár katonái adják. Az alakulat tagjai 2 évtizede a világ számos térségében teljesítenek missziós szolgálatot. Koszovóban az esetleges tömegtüntetések megfékezésében segítkezve, a helyi és az ENSZ rendőrség mellett biztosítják a rendet. Nyilván a katonákat valami feladatszabással kell útbaindítani. Én azt határoztam meg nekik, hogy fegyelmezetten, magyar katonához méltóan hajtsák végig a feladataikat, illetve ami még ennél is fontosabb, hogy vigyázzanak egymásra, annak érdekében, hogy a 6 hónapos szolgálat után szeptemberben ismét itthon köszöntessük őket. A mai rendezvényen egyben jubileumot is ünnepeltek. 20 évvel ezelőtt indultak ugyanis először útnak a debreceni 5. Bocskai István lövészdandár katonái az akkori KFOR feladatait teljesíteni. Személygépkocsi és autóbusz ütközött össze délután a Hunyadi utcán. A balesetben egy ember sérült meg. A dehír.hu hírportál információja szerint mindkét jármű a Hunyadi utcán haladt a Betlen utca irányába. Az autós a Darabos utcára akart bekanyarodni, amikor neki ütközött a 43-as busznak. A balesetben a kocsiban utazó személy sérült meg. A helyszínelés ideje alatt az érintett útszakaszon rendőrök irányították a forgalmat. Február 11-e a magyarországi protestánsok vallásszabadságért vívott küzdelmének emléknapja. A hitük miatt elhurcolt gályarabok felszabadítását idézték fel a Debreceni Református Hittudományi Egyetem mai emlékülésén. Az ünnepség zárásaként megkoszorúzták a nagy templom mögötti emlékművet is.
1676. február 11-én szabadította fel a Ruyter admirális vezette flotta, amíg életben maradt 26 hazaárulással vádolt magyar protestáns lelkészt a nápolyi fogságból. Ezt az eseményt idézték fel ma a Debreceni Református Hittudományi Egyetem emlékülésén. Ami emögött a történet mögött van, az, hogy ezekben az években, az 1671 és 81 közötti évtizedben, ugye ez a gyász évtized, a magyar protestánsok elleni támadások sorozat zajlott le, és ez az esemény ennek egy ilyen szimbolikus eseményévé vált. Fazakas Gergely a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom és Kultúra Tudomány Intézetének igazgatója. Előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a múltunkra való visszatekintés saját identitásunkat is meghatározza. Egy olyan időszakban élünk, amikor ennek talán kisebb hangsúlyt ad a társadalmi közeg, kisebb hangsúlyt ad a mediális változás, de az identitásunk mindenképpen fontos, hogyha valamiben gyökerezik. A saját jövőnket, a küldetésünket, az önértelmezésünket is sokszor ebben találjuk meg. A nagy templom mögötti parkban 125 éve avatták fel ezt az emlékművet, a gályrabok és felszabadítójuk tiszteletére. Az ünnepség zárásaként itt egyházi vezetők és felsőoktatási intézmények képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit. Játékokkal és élelmiszer adománnyal teszik szebbé a farsangot. A Debreceni Karitatív Testület óvodai ünnepségekre visz ajándékokat a jelmezbe bújt gyerekeknek. Hableány, Katica és Dracula gróf is részt vett a Kismacsi Mosolykert óvoda mulatságán. A szülők mosolyogva mobiltelefonnal rögzítették az ünnepi műsort. Az apróságok farsangját a Debreceni Önkormányzat támogatja. A múlt év végén az Attovább házikóban összegyűlt adományok egy részét a gyerekek kapják. Az élelmiszer mellett játékokat is adnak az óvisoknak. Egy 10 alkalmas óvodai látogatás keretében a Debreceni Karitatív Testülettel mind a 10 érintett óvodába viszünk adományokat, amelyeket még itt a karácsony kapcsán gyűjtöttünk össze, de mindenképpen azt szeretnénk, hogyha jó helyre, és hogyha hozzájuk kerülne a gyerekekhez, az érintettekhez. 45 Nónius csikóval gyarapodik a következő hetekben a Mátai Ménes állománya. Az első kiskanca vasárnap este jött világra. A Nónius Magyarországon törvényileg védett lófajta, amelyet Hortobágyon 170 éve tenyésztenek. Itt van az ország legnagyobb kanca törzs állománya, ezért a pusztában kiemelt feladat a nemes lovak génállományának megőrzése. Óvatosan ismerkedik a külvilággal a Mátai Ménes idei első kiscsikója, a legtöbb időt anyja mellett tölti. Mágyás nagyon jó anya, a most született apróság már a 11. csikója. A Mátai Ménesben idén összesen 45 új jöveményre számítanak, a csikósok az ellési időszakban 24 órás ügyeletet tartanak. Most már intenzív munka lesz minden éjszaka, mert ha nem is születik csikó, de ugyanúgy szemmel tartjuk őket. Az újszülött csikónak egyelőre nincs neve. Az biztos, hogy ez a kis kanca, épp úgy, mint a később világra jövő társai, G betűs nevet kapnak. A Mátai Ménesnél már hagyomány, hogy minden évben az ABC soron következő betűjével is jelzik, hogy egy ellési időszakban születtek a csikók. Mátán már többször körbeért az ABC a lóneveknél. Ezen a területen a feljegyzések szerint 1671 óta van lótenyésztés, akkor Debrecen város Ménese legelt itt. A Nónius fajta 1850-ben, vagyis éppen 170 éve került ide. A Nónius nemzeti kincs, ezért a Hortobágyi Nonprofit Kft. Egyik kiemelt feladata, hogy megőrizze a magyar fajta genetikai értékeit. Olyan rengeteg tenyésztői munka és annyi genetikai érték van ebben az állományban, ebben a fajtában, hogy muszáj erre vigyáznunk. Úgy tűnik, hogy a mai fogacsport, a mai szabadidőlovasok, vagy a díjlovasok és más szakágak is kezdenek érdeklődni a fajta irányt. Hortobágyon idén több rendezvényen ismerkedhetnek meg a látogatók nem csak a csíkokkal, de a védett lófaj történetével is. Eddig tartott ma a napszemle, riportjainkat keressék a dehír.hu hírportálon, illetve a Médiacentrum Debrecen mobiltelefonos alkalmazásán is. Híradóval legközelebb holnap este 7-kor jelentkezünk. Addig is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!